de kezdjük az elején a történetet. Ugorjunk vissza az időben kereken 100 esztendőt. Tehát 1903-at írunk. Orville és Wilbur, a két lelkes testvér, éppen a legújabb találmánnyal van elfoglalva. A végeredményt ismerik. A Wright fivérek alig 12 másodperc alatt berepülték magukat a világ történelembe. Jól hallották, az emberiség legelső motoros repülése kevesebb, mint 1/4 percig tartott. És a szemlélődők között ott volt egy Bill Boeing nevű fiatalember is. Egy minnesotai milliómos fia, aki egyből meglátta a nagy üzletet a repülőgépekben. Ez megy. Minden percben a repülő az megy 5 cm, és mindenhol más emberek jönnek rája. Az Elvis frizurás úriembert Pincés Józsefnek hívják. A gyár pedig, ahol dolgozik, maga a megvalósult amerikai álom. Épp olyan, mint amilyennek Bill Boeing 100 éve elképzelte. A világ legnagyobb üzeme az Egyesült Államok északnyugati csücskében. Az összeépített hangárok alapterülete csaknem 21 millió négyzetméter. Egy-egy ajtó nagyobb, mint egy átlagos építési telek. Oda bent pedig annyi a villany, hogy még télen sem kell fűteni. Pincés úr itt az egyetlen magyar alkalmazott. 30 éve készít repülőgépeket, de csak most először a magyaroknak. Fél évszázada nem beszélt az anyanyelvén, kis szótárral készül az interjúra, és persze megmutatja, hogy néz ki egy félkész magyar repülő. Ez a futószalag, és a repülők itt mennek előre körülbelül 5 cm minden percben. Na most a legelső repülőt, amit látod itt, az a Malév Magyarország repülő lesz, az körülbelül kész lesz szerdán. Úgy van, hogy ha minden rendben van, szerdán megy innen, és akkor megy föstőgyárba, és ott megfösti. De a föstés előtt még be lehet kukkantani a fedélzetre. Innen már csak a szőnyeg, meg az üléssor hiányzik. Shirley szerint azt is hamarosan hozzák. A bőrfotelek már oda vannak készítve a betonra. Közelebbről nézve látszanak is a magyar feliratok. Közben lejár az 1 óra, amit József a főnökétől a forgatásra kapott. Ő megy vissza dolgozni, mi meg megyünk tovább a világ talán legfurcsább épületébe. A folyosókról repülőgépek nyílnak, jobban mondva valóságosnak tűnő repülőgép belső. Az öltönyös előadó a Boeing legjobban fizetett kutatója. Klaus Brauernek hívják, és egyetlen feladata van. Ki kell találni, mitől érzi jól magát az utas repülés közben. Úgyhogy Klaus főállásban varázsol. Kis térből nagy teret. Most éppen a középső csomagtartók alatt állunk, egy 777-esben, és elférek. Szóval az az utas, aki annál az ablaknál ül, a szeme sarkából ellát egészen a túlsó csomagtartók tetején elrejtett lámpákig. Egyébként ez a lámpa sor a legfényesebb része a gépnek. Így az egész út alatt olyan érzése van, mintha ennél jóval nagyobb térben ülne. És itt van Klaus legújabb csodája, a 737-es új generációs változata, a magyar flotta legújabb gépe. A lelkes fényképész Fehérvári Géza. Nem akar beleférni az egész. Foglalkozását tekintve pilóta, lelki állapotát tekintve izgatott. Azt mondja, olyan ez, mint amikor az ember új autót vesz. Biztonsági pilóta kabinajtó, számkoddal. Nem, ha nem akarod, akkor nem. Csak robbanulsz. Így van. És itt van a számkódoló, amivel be lehet. Most 1-2-3 milliódra van beállítva, hogy azzal lehet nyitni. És Klaus gondoskodott a meglepetésekről is. Tudja, hogy a férfi szívhez a sok színes gombocskán keresztül vezet az út. Még világít is. Amikor váltasz, akkor megerősödik a fénye. De hiába világít a bőrülés, egy pilótának ez önmagában nem elég. Gézát csak a saját széke érdekli. Abban ülve viszont akár órákig is tudna mesélni. Ez a gázkar. Itt vannak a gáznak, vagy a hajtóműveknek a leállító karjai, itt vannak a tűzoltó berendezések. Fönn pedig különböző csoportokban látható dolgok. Itt van az üzemanyagrendszer például. Itt ez nagyjából végig az elektromos rendszer a repülőgépnek. Itt lehet látni különböző fűtéseket, fűthetők az ablakok, fűthető a szárny, fűthető a hajtómű. Ezekre azért van szükség, hogyha jegesedik jég próbál lerakódni a repülőgép valamilyen részére, akkor különböző elektromos vagy forró levegős módszer, ezeket le tudjuk olvasztani, illetve már időben bekapcsoljuk, és akkor nem is tud meg kikeletkezni.
És Gézának még egy egész napot várnia kell, mielőtt a levegőbe emelhetné a gépet. Mert hogy a repülő még nincs kifizetve. Itt Seattle-ben mindennaposak a gép átadási ceremóniák, a város nagy része a Boeing gyárból él. És a város egyik közismert figurája a világ második leggazdagabb magyarja. Udvarházi István, aki abból él, hogy repülőket vesz és tartós bérletbe adja őket a légitársaságoknak. A magánvagyona csak nem 3 milliárd dollárra, azaz majdnem 700 milliárd forintra rúg. Ma már szinte hihetetlen, hogy 47 évvel ezelőtt egyetlen fillér nélkül érkezett Amerikába, de még ma is a repülés megszállottja. 1953-ban elmentem egy repülő vasárnap Budaörsön, volt egy ilyen airshow, és ott nagyon megszerettem a repülést. Egy délután. Ahogy errefele hívják, Mr. Házi most átveszi a gép kulcsát a Boeing első emberétől, hogy aztán tovább is adja a malév első emberének. A kulcs lezuhan, Mr. Házi ígéri, a gép nem fog. És Soros György után a második leggazdagabb magyar arról beszél, hogy milyen fontos az adakozás. Ő például dollár 100 milliókat költ egy repülő múzeumra. A neve, nem fogják elhinni, Stephen Udvarházi Center lesz. A repülés segített engemet sokat, és én most visszaadok egy kicsit a világnak, hogy a gyerekek és a fiatalok, akik vizitálják a múzeumot, lássák, hogy milyen nagy lehetőségek vannak. Ez kb. Mekkora beruházás? A múzeum kb. 300 millió dollárba kerül. Washingtonban lesz a Virginia oldalon, és nagyon szép lesz. Az amerikaiak egyébként imádják a repülő múzeumokat, itt Seattle-ben őrzik az egykori elnöki különgépet, amely Eisenhowert, Kennedy, Johnsont és Nixont is szolgálta. Az Air Force One fedélzetén turista osztály helyett újságírókabin, lehajtható ágyakkal, rádióközpont és konferenciatermek. A kulisszatitkokról Hopkins kisasszony, a különgép lelkes kutatója mesél. Henry Kissinger is rengeteg időt töltött itt a tárgyalóban. Talán emlékeznek az árnyék diplomáciára. Ide-oda röpködve készítette elő Nixon kínai útját. Az asztal egyébként hidraulikus, így befolyásolták a szemben ülők komfortérzetét. Olykor leengedték, ha a kormánytagok kényelmesen együtt kávézgattak. Máskor meg felemelték, ha az elnök éppen az előtte helyet foglaló új újságírókat tájékoztatta. Ez itt mellettem az elnöki külön szoba. Kennedy általában bezárkózott a repülés idejére. Még egy harmonika ajtót is felszereltetett, hogy ne lehessen belátni, amikor olvasgat vagy szunyókál. De az összes többi elnöknek is megvoltak a különbségei. Lyndon Johnson kis ajtót vágatott a kutyáinak, és itt van az elnöki WC. Ezt még az egykori First Lady, Jackie Kennedy rendeztette be. Elég tágasnak kellett lennie ahhoz, hogy mindig kényelmesen sminkelhessen leszállás előtt. Itt Seattle-ben azt mondják, csak az jöjjön ide, aki napfény helyett beéri kávéval is. De a borzasztó időjárás mellett a város azért még legalább három dologról híres. Egyrészt itt él Bill Gates, a számítógépes guru, mellesleg Amerika leggazdagabb embere. Másrészt itt van eltemetve Jimi Hendrix, a gitáros, és Bruce Lee, a világ egyes számú verekedője is. És harmadrészt, a város szempontjából egyébként talán ez a legfontosabb, 1919-ben itt az öböl partján döntött úgy a fiatal Bill Boeing, hogy megépíti élete első repülőjét. És a reptér az öböl partján. A Boeing gyár saját reptere, ahol 84 évvel Bill első gépe után most a legújabb modell indul Európába. És a kapitányi székben még mindig nem Géza ül, a repülőt Nyitrai Károly viszi Labradorig. Ugyanis le kell szállni Kanadában, mert a gépben új és szép, mégsem földkörüli útra tervezték. Kicsi a tankja a nagy utazáshoz. Úgyhogy a magyarok nekivágnak a jeges éjszaknak, és fél óra múlva már Kanada belső része felett repülünk. Az út csak nem 6 órás, Károly megpróbál minket eligazítani a gombrengetegben. Nagyon rokat tud a repülő, ha elmenne mondjuk ez a képernyő, akkor egy kapcsolóval fogom és rögtön elrakom ide erre a tartalék képernyőre. Ha az is elmenne, akkor egyszerűen semmi más nem csinál, csak átteszem ide magamnak ezt a képernyőt. Akárhol változtathatom, akárhogyan működtethetem a képernyőket. Szerencsére nem romlik el semmi az időjáráson kívül. Szél és jég a Zord reptéren, és persze a magyarok a térképpel. A tankolás után gyors egyeztetés a hazaútról, aztán megvannak a koordináták, és innen már tényleg Géza viszi a gépet. Újabb 6 óra és 48 perc Ferihegyig.
bőven van ideje kipróbálni a szép, új, kényelmes pilóta ülését. Lehet benne szinte aludni is, de egész idáig hátra lehet rakni. Lehet mozgatni az ülést, előre, hátra, ide egész szemre. Ki mekkora, de ki lehet húzni oldalra. Azt fel kell állítani az ülést. Be lehet rakni egész ide, hogy ki lehessen menni. Lehet az ülésnek a magasságát állítani egy karra. Ugyanott van, mint az előző. Egészen ide, föl. Jöjjön valaki nagyon alacsony? Ki mit szeret, tehát én például szeretek magasan ülni, mert közvetlenül azt is látom, hogy mi van a gép előtt. És az üléspróba után, a végén egy kis pilóta játék. Van egy 59-szer 1-es. Érdeklődöm, hogy milyen mutatványra készültök? Szóamiszó Géza olyasmire készül, amiért normális esetben minden pilóta repülne a cégtől. Át fog húzni a kifutó fölött. De hát új gépről van szó, úgyhogy ez most bocsánatos bűn. Úgy teszünk, mintha leszállnánk, aztán mégsem. Jöhet a tiszteletkör és végül az igazi landolás. Megjött az új flotta első repülője. Már csak 17-et kell hazahozni. Tehát még 17 gép és 2005-re állítólag a magyar légiflotta lesz az egyik legmodernebb Európában. Ennek megvan az ára is, kereken 750 millió dollár.